A Love Stories-on ismertem meg Márkot, több társkeresőn regisztráltam már, de sajnos eddig nem volt nagy szerencsém velük, mindig sajnos borul jártam ilyen szempontból, mert mikor találkoztunk, akkor teljesen másnak mutatták magukat, mint amilyenek voltak. De itt a Love Stories oldalán úgy gondolom, hogy tényleg megfelelő emberek vannak, és saját magukat adják, mint levelezés szempontjából, mint kép alapján is. Böngészgettem, és egyszer csak megtaláltam a Fannit. Gondoltam, hogy adok neki egy esélyt, szimpatikus volt nekem a képe, meg a bemutatkozó szövege is. Ráírtam, megbeszéltünk egy találkozót. Az első találkozásunk Márkkal olyan volt, amilyennek vártam. Szimpatikus, kedves volt, ahogy a levelezésünk során is mutatta magát. A második randink viszonylag elég hamar összehoztuk, és elmentünk fagyizni, nagyon jól éreztem magam, sokat beszélgettünk, és szerintem ő is ugyanígy gondol rólam, hogy szimpatikus vagyok, neki csinosnak tart, és szerintem ez tovább fog majd folytatódni. Abszolút jól éreztem magam vele, megbeszélték a második randit, és hát részemről ez egyértelműen egy hosszú távú kapcsolat lenne, hogyha jól alakulnak tovább is a dolgok. Én sohasem voltam hívva az ilyen rövid kis kalandozásoknak, mert úgy gondolom az, hogy valakivel mondjuk együtt is lehessek, mindenképp kellenek érzelmek is. Nem csak mondjuk a kinézet számít, vagy a testiség, hanem az, hogy ismerjem meg, hogy mégis ki az az ember, akivel együtt vagyok. Segítsük egymást a bajban, legyen kire támaszkodni, tehát én mindenképpen a hosszú távú kapcsolatok híve vagyok. Nekem sok érték fontos egy kapcsolatban, egy emberben, és ezt Márkban meg is találtam. Tényleg megértő volt velem már a második randin is, és nagyon kedves volt, szimpatikusnak talált ő is szerintem, és mivel láttam rajta, hogy alapból nem ez a nagyon nyitott ember, nekem végül is mégiscsak megnyílt. Én nagyon nem bántam meg, hogy felmentünk a Love Stories-ra. Szerintem ez egy jó közösség. Hát enélkül nem találtam volna meg életem párját. Én abszolút nem bántam meg, és másoknak is mindenképp ajánlnám, hogy tegyenek vele egy próbát.